Kedves nézőink, a bevezetőben azt ígértem, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ programjai kerülnek fókuszba, nem módosítok, csak kiegészítek, főként a mozié, mármint a Krúdi Árt mozié, és a Művházé, talán így pontos. Vendégeink a stúdióban Drabanc Róbert, főiskolai docens, illetve Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója, maradhatunk ugye a tegező formulán továbbiakban is. Akkor nyissuk ki a mozi kapuját, jövő csütörtökről beszélünk, ugye? És valami egészen furcsa neve van annak a napnak. Hát ugye az október hónap nagy durranása, legalábbis azt olvasom mindenhol, hogy jön a Szárnyas Fejvadász folytatása, és hát ez természetesen mi is bekapcsolódunk ebbe a rendezvénybe. Robot Revolution néven fut maga a rendezvény. Alapvetően arra szeretnék egy picit reagálni, bár meg kell mondanom, kezdetben sokkal monstribb rendezvényt akartunk, tehát jóval nagyobb szabású lett volna a rendezvény. Arra szerettünk volna egy picit reagálni, hogy a mai populáris kultúrában hogyan jelenik meg a robot technológia, mesterséges intelligencia, maga a szakirodalom általában a cyberkultúrának tartja, úgyhogy mi maradhatunk ebben, hogy a cyberkultúra hogyan kötődik magához a filmhez. És akkor ez így nagyon egyértelműen adott volt, mert a Szárnyas Fejvadász első része, vagy az eredeti, a klasszikus Szárnyas Fejvadász, az tényleg a cyberpunknak a kezdő filmje, úgyhogy utána az a 80-as évek, amit a cyberpunk korszakának tartunk, az ezzel a filmmel indul el, úgyhogy így logikus a dolog, hogy egy picit reagálunk erre, hogy mi a cyberpunk, ennek irodalmi alapjai hogyan vannak, a gyökereket megnézzük, illetve a legfontosabb filmekhez fogunk majd még csatlakozni. Mi ez az úri többes? Kik? Kik és kiknek? Hát természetesen van egy bejáratott közönségünk, akik erre kíváncsiak, de szerintem nem ők fognak jönni. Tehát, hogy ez a Szárnyas Fejvadász, meg általában ez a kultúra, amit a fantasztikus irodalom, vagy a sci-fi környezetében találunk, az ma nagyon-nagyon divatos a fiatalok környezetében is. Igazából nem ez, tehát nem az az eredeti 80-as évekbeli cyberpunk, hanem a disztópia. A disztópikus filmeket tényleg rengeteget lehetne sorolni, napjainkban szinte havonta jönnek ki ezek a... Mondjuk egy példát, hát ha valaki nem érti a szót. Hát a disztópia az ugye a negatív kép, negatív jövőképet jelent. Általában a cyberpunkon belül ez egy olyan típusú negatív jövőkép, amely közvetlenül a korszakunk után van, tehát ilyen a közeljövőről gondolom. 2020 New York romokban vagy 50. Hát például éppen a 1982-ben kifutó vagy megjelenő Szárnyas Fejvadász, az 1992-ben játszódik eredetileg a könyvben. Úgyhogy az új fordításokban ezt már átpakolják 2021-re. De az sincs már olyan nagyon messze. Igen, a kérdésem arra is vonatkozott, hogy kik adnak elő és beszélnek erről, nem csak a közönség. Lesz egy kiállítás, amely reagál erre a dologra, illetve én tartok majd egy előadást, amelyben a cyber világ és a filmes verziókat megpróbálnánk összehúzni. Döntően elmondom azért, hogy William Gibson és Philip Dick munkássága érdekes itt. Ők azok az a két író, aki köré ez az egész kultúra szervezhető. És utána természetesen a film. Ezt akartam, a feladom magas labdát film is lesz? Igen, és utána természetesen. Hány órától? A film. Hát ez az előadás 5 órától, és a film pedig 4-6-tól, mert egy nagyon hosszú film. Jövő héten, csütörtökön, a Krúdi Gyula átmoziba. Ahol, kedves igazgató úr, nem ez lesz az egyetlen nagyobb rendezvény októberben. Így van, így van. Újra csatlakozunk az Európai Artmozi Naphoz. Október 15-én ez az artmoziknak Európa szerte egy ünnepnap. Magyarországon is az összes artmozi egy megszabott struktúrába ugyanazokat a filmeket vetíti. Tavaly nagy sikerrel zajlott le az első, úgyhogy idén a másodikat rendezzük. Aztán nem sokra rá, egy pár nap múlva a Krúdi Nap keretében szintén a Krúdi Artmoziban is lesz vetítés, illetve előadások. Pont tanár úr is fog tartani ott egy előadást, illetve vetítjük a Hannibál tanár úr című filmet, és dr. Karádi Zsolt is fog tartani egy felvezető előadást. Erre is várjuk a vendégeket. Másnap 20-ától pedig indul a immár nem is tudom, hanyadik, sokadik mozinet filmnapok, mozinet filmnapok, ami megint csak nagyon népszerű egész Magyarországon, így Nyíregyházán is. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze a mozi honlapját, és látogasson el ezekre a színvonalas rendezvényekre. Ez egy kicsit jöjjünk vissza a házba is, ha lehet. Igen, azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy
akik a programjaink iránt érdeklődnek, most már a honlapunkon fönt van összes nagy rendezvényünk. Aki szeretné biztosítani a helyét, az már most megteheti akár a december végi rendezvényeinkre is, illetve szeretném mondani, hogy most szerdán elindult újra a Szép Korúak Akadémiája, ez két hetente ugyanúgy lesz, mint eddig. Most vasárnap elindul a vasárnapi matiné a családok számára. Első alkalommal a Maugli a dzsungel fia című mesejátékot fogjuk bemutatni a Szegedi Miniszínház jóvoltából. Jövő vasárnap a Robin Hood legendája fog itt megjelenni. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem bábszínházi műsorok, ezek élőszereplős mesejátékok. És ugye ezeket mindig kíséri az elmaradhatatlan kézműves foglalkozás. A Városmai Műfázban, tagintézményünkben is nagyon színes programok vannak, tehát akiket érdekel, úgy tudom ezt lefordítani, akik a Bencsvilába jártak, jó teszik, ha figyelemmel kísérik a Városmai Művelődési Házunk programját. Ugyanazok a programok tulajdonképp, tehát nagyon szép színes programok ott is vannak. A kiállító tereink működnek, a héten nyitottunk egy nagy volumenű kiállítást a reformáció emlékeivel kapcsán, de a Pádua teremben, Városi Galériában is nagyon szép kiállításokat tekinthetnek meg, illetve ugye a Lehozzuk Önnek a Csillagokat című programsorozatunk elindult már, elindul holnap, erről van egy kiadvány, ami ebből kimaradt. Például Kepes Andráson álló estje, vagy a Four Four Dance Gála, akit évek óta szerettem volna, hogy lépjen itt föl nálunk, lesz novemberben. Tehát mindenkit, aki érdekelnek ezek a programok, arra biztatok, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ honlapját látogassa, és akkor tud tájékozódni mindenről. Hadd mutassak egy kicsit hazafelé, meg kifelé, és a Nyíregyháza.hu és a Nyíregyházi Napló is rendszeresen, természetesen. Köszönöm szépen, sok érdeklődőt kívánok! Köszönjük szépen!